Sziasztok, Necrocrim vagyok, és hát az egyik videóban említettem, ha szeretnétek, akkor adhatok tippeket a YouTube csatorna elindítása kapcsolatban, ami azért elég egy komplex téma, ezért sokszor az ilyen YouTube csatornát fogom felhozni példaként, és hogyan indultam én el, és hogyan jutottam el addig, ahol vagyok. De bele is vágok, mivel egy elég hosszú téma, két videót is felül lenne, ezért megpróbálom a főbb lényeges dolgokat belevenni ebbe a videóba. Ha továbbiakban kíváncsiak vagytok még plusz tippekre, akkor csinálhatok másik videót. Szóval, alapvetően két útja van annak, hogy elindítsunk. Három. Hogy elindítsunk egy jó YouTube csatornát. Ezek a, mondhatnám a számomra a három alapvető irányelvek. Az egyik, hogy valami olyasmit csinálsz, amit senki nem csinál a piacon. Szóval, ami elég különleges ahhoz, hogy megragadja az embereket. Gondolok itt például egy nagyon ilyen jó kis magyar YouTube csatorna, az a Duma Ragu, és ő azt kell mondja, valami olyasmit csinál a magyar piacon, ami azért nincs, és ezért is tud annyira népszerű lenni. A következő, hogy az adott kategóriában, amivel te foglalkozol, és most jelen pillanatban, hogy mi gamerek vagyunk, a következő útja ennek, hogy valami akkora eszméletlen ökörséget csináljál, ami az embernek tetszik. Miért? Hát ugye az embert vonza a hülyeség. A hülyeség ragadós, mert vicces, mert jó kedvet csinál, és a boldogság ragadós, és emiatt ugye népszerű tud lenni a csatorna. Mint például ugye sok angol csatornán látni a Trolling című videókat, több százezres nézettséggel, vagy netán milliós nézettséggel. Sokszor én nem értem, hogy miért, mert napról napra felrakják ugyanazt az anyagot, de az emberek mégis nevetnek rajta, jó, és móka, és stb. Stb. Szóval, ez lenne az első, és illetve a második tipp. A harmadik útvonal, amit én választottam, az a lassúbb, de mondhatni azt, hogy biztosabb is. Melyik ez az útvonal? Ez az, ahol, vagy egy kicsit túlzóan fogalmazok, ahol egy értéket építek föl, tehát szeretném, ha ti tudnátok, amikor én felépítettem ezt a csatornát, hogy én azt a célt vettem iránytűzésnek, hogy aki az én csatornámra feliratkozik, azzal igyekszem minél többször kapcsolatot tartani, olyan videókat készíteni, amik nekik érdekes, és rólatok szól. Magyarul azt szeretném, hogy a közönségem értékesnek és értékelve érezze magát. És ez egy lényeges pont a mai konkurens világban, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, ami értékes számunkra. Olyan emberekkel vedd magad körül, akik értékesek, és értékelve érzik, értékesnek érzik magukat általad. Szóval ezt tarts szem előtt, ebbe a három útvonalban bármelyiket választhatod, de mondjuk ha azt az útvonalat választod, ami én, az, hogy én számomra ti, az én közösségem, azok az emberek vagytok, akikre szeretnék hallgatni, akik olyan műsort szeretnék csinálni, amit ti akartok látni, és a véleményeteket meghallgatni, válaszolni, de amint tudjátok, sokan ott vagyok Facebookon, YouTube-on, válaszolok, menedzserem és én, intézzük a dolgokat, no para. És igyekszünk mindent napra készülni, illetve válaszolni nektek, de azt hiszem ezen a téren azért többnyire nem akad gond. Persze nem minden hülyeségre válaszolunk, de amire válaszolunk, válaszolunk. Ez volt az én alapvető elven, amikor én kitaláltam, hogy én ezt az utat szeretném követni. Hogy melyik útnak van igazán jövője, induljunk el kicsit az üzletvilágából. Manapság úgy érdemes üzletet építeni, hogy egy olyan vásárlói kört, vagy üzletkötési kört építesz, ahol figyelsz a vásárlóra. Tehát figyelned kell a közönségedre. Ez lényeges. Oda kell tenned magad, és figyelned kell a közönségedre. Szóval ennyit a három útvonalról. Hogyan is csináljuk meg mondjuk az első videónkat? Az első videónál lényegében mit kell megmutatni? Nos, amikor én elkezdtem csinálni a videókat, először angol nyelvűvel kezdtem, nem túl sikeres, hatalmas konkurencia, és sokkal jobb előadók is voltak, mint én. Nem beszélve arról, ez angol nem az anyanyelvem. Bár jól beszélem, de még mindig kevés. És akkor döntöttem úgy, hogy átváltok magyarra, nem is gondolva azt, hogy a magyar közösség igazából mennyire ki van éhezve arra, hogy értelmes videósokat lásson, mert valljuk be, kevesen vagyunk, akik minőségi anyagot tudnak letenni. Az enyém sem tökéletes, de próbálok mindig afelé haladni. És ez a cél motivál. Nos, mit lehet tudni az első videóról? Sok videótokat néztem, nézd meg ezt a videót, küldtétek e-mailen, és sokan igyekeztetek jól csinálni.
amit csináltok, tehát egy bemutatkozás, ki vagyok, mi vagyok, honnan jövök, miért csinálom ezt, amit csinálom, de egy valamiről elfeledkeztek. Nagyon szeretnétek videózni, de azt nem szabad elfelejtenetek, hogy amit csináltok, abban a legjobbnak kell lennetek, vagy ha nem is a legjobbnak, de nagyon nagy tudással kell rendelkeznetek az adott témában. Az én első magyar videó kommentárom egy MB3-os játék volt, ahol gyakorlatilag bemutatkoztam. Igyekeztem egy jó hangnemet megütni. Tehát fontos, hogy kommunikatív legy. Ha mosolygós ember vagy, mosolyog, miközben videód alá beszélsz. Hozd bele a személyiségedet, mert minden, ami vagy, az jó. Az ne tántorítson el, ha dadogsz, ha nem tudom mi, mert ahogy, ha beleteszed magad, az vagy. Nem kell izgulni, az első felvételt csináld meg 10-szer, ha kell, de legyen a legjobb. A másik pedig, az első videónál lényeges, ha mondjuk gameplayt raksz föl. Ugye, ami hát azért manapság nem nehéz gameplayt fölrakni, és rossznak se lenni, de a lényeges az, hogy ha gameplayt raksz föl az adott témában, akkor a gameplayed elsősorban legyen a legjobb, amit ki tudsz magadból hozni. Tehát az az első gameplay, az jó legyen. Tökéletes, ha így tetszik. A legjobb gameplayedet vidd, és egy olyan témáról beszélj, ami ritkásabb. Szóval próbálj meg megütni egy olyan témát, ami te észrevételeiden alapul, és esetleg mások nem vettek észre. Ajánlom mindenkinek szeretettel az első MB3-as videómat, ahol bemutatkozom, hogy úgy nagyjából lássátok meg, hogy miről is beszélek. Ott az volt az első magyar videóm, igazából nagyon remegett a hangom, stb., de úgy gondolom, hogy sikerült megfognom egy olyan témát, amiről nem beszéltek még Call of Duty-sok, vagy nagyon ritkán, vagy nem annyira értetően, de viszont a gameplayem, amit csináltam, jó volt. Tehát az volt a lényeg, hogy az kezdetnek tökéletes volt. Később raktam fel sokkal rosszabb gameplayeket is, viszont már volt olyan témám, amit a feliratkozóim adtak, és arról lehetett beszélni, és akkor a picit a gameplay elvész. De sosem szabad megfeledkezni arról, hogy a gameplay, ha ilyen csatornát tervezel, akkor az legyen, azért adjon egy minőséget. Ez nem arról szól, hogy mindig felrakod azt a játékot, amit játszol. Néha ki kell várni, nekünk jó játékosoknak is nem mindig sikerül a legjobb játékot hozni, úgyhogy a sok játék közül kiválasztjuk azt, amiről éppen szeretnénk beszélni az adott videóban, vagy éppen kiválasztjuk a legjobbat. Szóval, hogy úgy mondjam, akkor első videónak valami olyasmit válasz ki, azon kívül, hogy bemutatkozol, hogy olyas témát beszélj meg, amihez értesz, és te abban a legjobb vagy. Szóval addig meg ne is fog bele élő kommentárba, amíg ez nem történik meg. Én például mind a mai napig azért nem is nagyon szeretem csinálni. Mert élő kommentárban ülök, és iszonyatosan koncentrálok a játékra, mert a legjobban szeretném a játékból kihozni, és elfelejtek beszélni, ezért is alábeszélek. Szóval, összegzésnek olyan utat válasz a három útvonal közül, amire úgy gondolod, hogy neked tetszik és megfelel. Én a közönség megtartásra szavazok lassúbb úgy, de jó, ha figyelek a közönségre, mert ez érdekel, és így szeretném csinálni. Továbbá első videónak olyan témát válaszol, amihez csak te értesz, és csak te vagy benne a legjobb gameplay. Ha gameplay csatornáról van szó, akkor igyekezz egy olyan gameplayt hozni, ami tökéletes. Másik, videó tartalom. A videó tartalmat könyörgöm, ne 25 vagy 15 másodperces videó legyen egy quickscope-ról, mert az senkit nem érdekel. Abban sem minőség, semmi nincs. Minőség kapcsán annyit hozzá kell tenni, minőség legyen szép a kép, oké? Okay? Tehát nem kell True HD felbontást csinálnod, senkit nem érdekel, hogyha jó a műsorod. Legyen a minőség látható, el tudják olvasni a feliratokat, stb. Ez igazából a lényeg manapság, de a lényeg az, ami műsort közvetítesz. Ha ez egy szép videóban van kirakva, annál jobb, de ha nem olyan szép videóban kirakva, mint az én sok videóm, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy amit előadsz, az jó legyen. Legyél természetes. A további videóknál, ami még lényeges, azon kívül, hogy megcsináltad a videódat, tök jó a hangod, tök jó a gameplay, nagyon jó a témaválasztásod, minden megvan, de ám a videód mégsem ugrik föl a népszerű skálák csúcsára. Nos, ez miért van? Azért van, mert a YouTube nem csak azon működik, hogy te mennyire jó előadó vagy, hanem a YouTube tele van technikával is, és az egyik legfontosabb azok a keresőszavak, tehát a webprogramozás. Magyarul, ami azon alapul, hogy hogyan találja meg a Google a YouTube a te videódat, amire nagyon kell koncentrálnod az, hogy a megfelelő keresőszavakat tedd a videóidba.
Na most, keresőszavak egy nagyon komplex és egyetemen oktatott téma, ezért nagyon nem is süllyednék bele. Ha kíváncsiak vagytok ezzel kapcsolatban, akkor csinálhatunk erről is egy videót. De azért már pénzt kéne kérni. Hogy hogyan működik a YouTube keresőrendszere, hogyan működnek a keresőszavak, stb. De azoknak a kezdőknek, akik videót szeretnének csinálni, lakok egy linket a leírásban, mégpedig a YouTube kereső szó optimalizáló oldalához, tehát a YouTube Keyword Toolhoz gyakorlatilag, ahol megnézhetitek, hogy adott országban, jelen esetben Magyarországon, melyek a legnépszerűbb kereső szavak, például Call of Duty-ra, hogy miket írnak be az emberek és keresnek. Ez az egyik egyszerű módja arra, hogy a videódat keresettebbé tedd. A másik oldal lassúbb, de biztosabb, ha a videóidban elindítasz kereső szavakat, magyarul olyan szavakat, amik specifikusan a tiédek, mint például az én esetemben minden videóm kereső szavai között ott szerepel, hogy Necrocream. Azért, hogy minél többször szerepel a Necrocream szó a videóim kereső szavában, a YouTube-on ne könnyebben találd rá. Tehát indíts el egy olyan kereső szót, azon kívül, ami a neved, az egyértelmű legyen benne a kereső szavakban. Indíts el egy olyan olyan kereső szavakat, amik például csak a te videóidhoz köthetőek, mint például te Call of Duty-zol és FAMAS mester vagy, akkor a videóid kereső szavában ott legyen, hogy FAMAS mester minden egyes videónál, és ezzel elindítasz egy kulcsfontosságú kereső szó optimalizálást, ami csak rád jellemző, ez alapján is megkereshetnek az emberek. Mert például ott van neked minden címedben, hogy a FAMAS mester megint alkotott, és a keresőszavaidban is ott van, hogy FAMAS mester, akkor cím és keresőszó alapján a YouTube mindig rád fog találni. Ha véletlenül valaki beírja, hogy FAMAS, már a YouTube megtalál. Szóval ez a másik javaslatom, hogy megfelelő keresőszavak lényegében fontosabb, mint bármi. Még ha nagyon szar az anyagod, az 5 perces nyávogó macskádról laksz föl videót, ha megfelelő a keresőszó, nyert ügyed van. A harmadik, még ami hozzájárul a kereső dolog, a cím. A cím is egy nagyon nehéz, mondhatnám azt, hogy egyetemi anyag, a címválasztás, de olyan címet kell választanod, ami hihetetlenül felkelti, vagy felkelti simán csak az emberek érdeklődését a címválasztáson. Én egy napot is szoktam gondolkodni, ha nem egy hetet, és nem mindig sikerül a legjobbat kitalálni, de olyan címet kell választanod, amiről tudod, hogy az adott kategóriában játszó embereket érdekli és felkelti a figyelmüket. Nos, ez lett volna az első videó, ha kíváncsiak vagytok, lesz második is. Beszéltünk többet egy kicsit a keresőszavakról, optimalizásról, címválasztásról, stb. De csak akkor, hogyha kíváncsi fülekre találunk, a következő videóig is. Sziasztok!